hogy lehet kikerülni a virtuális csapdáját. Két taktikát ismerünk rá. Moldova Györgyöt és Toroszkai Lászlót. És ez két nagyon, azért fontos ezt a kettőt így egybe említeni, Isten nyugosztalja a Moldovát, mert nagyon sokáig volt egy ilyen kérdés, legalábbis a vörös szittyás körökön belül, hogy a Radbolnak semmi más dolga nincsen, mint hogy felé lemásolja azt, amit a szélső jobb csinál, csinál szélsőbalos médiát ugyanolyan hangvétellel, csinál egy radbalos vadhajtásokat, egy vadbalos kurucinfót, ugyanilyen alapári módon, kiemel egy pár ilyen influencer személyiséget, akit aztán berepít a parlamentbe, tematizál, szokásos. Még mindig rabja vagy a média logikának. Az nekünk egy féllábas taktika lenne, mert hogy a szélsőjobb az már az ő saját organikusan felépülő, vagy hát fél erőltetett módon felépülő, a liberálisoktól radikálisabb rasszizmus és osztálygyűlöletnek az eredménye, ők csak azt a szelet lovagolták meg. Toroszkai László azért tud sikeres YouTube csatornát csinálni, mert ő neki elég elolvasni azt a sajtót, ami megírja, hogy egy rasszistának mit kell gondolnia, és egy rasszista mit gondol, ő pedig azt felolvassa és visszaböfögi, meg szorosan kiemelni azokat a témákat, aminek a mainstream nem hagy teret. De Toroszkai László még mindig a mainstream-mel boxol. Toroszkai László egy radikális politikai válasz a mainstream média csődjére. Ezzel szemben Moldova György az utolsó rendes kommunista ebben az országban, amilyen taktikát ő követett, és amiért ő volt egy nekünk járható bút, ami egy sokkal jobb példa, hogy ő elment, megkérdezte a munkást, hogy mi a fasz van, megírta, hogy mi a fasz van, majd a munkás elolvasta, hogy mi a fasz van. Ismét, ez Lenin. Ja? És hogy most már nem lenne olyan kiadó szerintem az országban, aki egy Moldova György típusú könyvet kiadna, és ha valaki kiszámolja, hogy mennyi pénzbe kerülne ma előállítani egy Moldova György típusú könyvet, akkor arra nincsen pénzünk. De ha van pár képviselünk selfie kamerával, aki bemehet nagyjából bárhova, akkor a Moldova György taktika, hogy megkérdezzük a munkás, hogy mi a fasz van, és a munkás szerint mi a fasz legyen, akkor az egy reprodukálható dolog, és akkor balról előztük Toroszkai Lászlót.